Korábban beszámoltunk arról, milyen típusú ingatlanokat keresnek most például a leendő egyetemisták. A kiadó lakásokra, valamint a tulajdonosokra azonban több szabály is vonatkozik az adózás szempontjából. Bérbeadással egyéni vállalkozóként, adószámos magánszemélyként, illetve adószám és bejelentkezési kötelezettség nélküli magánszemélyként lehet foglalkozni. Az ebből a tevékenységből származó bevétellel az egyéni vállalkozóknak el kell számolniuk az SZIA törvény alapján. Hogyha magánszemélyként adja bérbe az ingatlant, akkor is oda kell figyelni az SZIA törvény mellékletében lévő szabályokra, de főszabályként maga a bérleti díj lesz alapvetően a bevétel. Abban az esetben, hogyha a közüzemi számlákat felhasználás arányosan továbbítja vagy hárítja át a bérbeadó a bérlőre, akkor ez a tétel nem lesz neki például bevétel. Amennyiben fix összegű bérleti díjat fizet az albérlő, amely tartalmazza a lakás rezsiköltségeit is, akkor a közüzemi díjakra elkért pénz is bevételnek számít. Kétféleképpen számolhatnak el az adóhivatal felé a jövedelemről a bérbeadók. Ez lehet a 10%-os költséghányad alkalmazása, vagy a tételes költségelszámolás. Abban az esetben, hogyha a bérlő kifizető, akkor az ő feladata a kötelezettség megállapítása, a levonása és befizetése a hivatal felé. Hogyha a bérlő magánszemély, akkor pedig a bérbeadónak a kötelezettsége az, hogy az adó összegét megállapítsa és befizesse a hivatal felé. Az ingatlan bérbeadója emellett köteles megfelelő bizonylatot is kibocsátani a bérlő részére. Ez lehet számla, nyugta vagy adószám nélkül végzett tevékenység esetén pénzátvételi bizonylat.